Tóth robog a jobb oldalon, kihasználva a gyorsaságát. Egy jó passz Dvérinek, Dvéri egyből előre, Szorátó, német véd egy óriásit. Videóton bedobás, Monye. Négy ember között remek labda Dvérinek, Dvéri eltolja német mellett, és Kis György ment a kaputorkából. Monye, Dvérinek. Dvéri akár lőhet is, el is vállalja, német bizonytalankodik. Rósa Henrik szabadrúgása, Bagoly felé, tököli egy csúsztatás, mellé megy. Bagoly szépen továbbított fejjel, tököli pedig egy kicsit volt pontatlan. Rósa Henrik, befelé cselez. Tököli már a 16-oson belül, két ember között Rósa. Fölpörgeti a labdát, érkezik Sovunmi, gól! 1-0-ra vezet a Dunaferr. A mérkőzés 37. percében Sovunmi kapás góljával. Tököli szépen tette be a labdát, Rósa elsőre nem tudott vele mit kezdeni, aztán felpörgette. Sovunmi pedig kilövi a hosszú sarkot, vég pedig tehetetlen. 1-0 tehát a Dunaferrnek a mérkőzés 37. percében. Herédi Attila videóton pályaedzője és Szabó játékvezető vitázik. Víró pedig mutatja, hogy hagyja el a kispadot. Várhidi Péter segítője két rendező társaságában valószínűleg reklamálhatott. Sovunmi ki a szélre Rósa Dénesnek. Akár be is adhatja. Sovunmi elesik a 16-oson belül, pontosan az 5-ös vonalánál. Bekő mellett, Szabó játékvezető pedig 11-est ítél. Bekő erősen vitatja. Innen a lelátóról nehéz megítélni, hogy mi történt pontosan. Tököli a labda mögött. A 17 gólos a góllovilista vezetője, és most már 18 gólos, 2-0 a Dunaferrnek. A mérkőzés 65. percében vég rossz irányba vetődik, Tököli pedig megszerzi a Dunaferr második gólját. Véri szabadrúgása, a mérkőzés 72. percében megpattan egy fejen Komódi, lőhet, levágódik a labda, Gajic, 2-1, szépít a videóton a mérkőzés 72. percében. Komódi elsőre még nem találja igazán a labdát, lepattan egy védőről, aztán Gajichoz kerül, ő pedig kilövi a hosszú sarkot. Német tehetetlen. 2-1 tehát. Komódi, Molnár kézzel, reklamál is rendesen Komódi, és egy piros lap, kiállítja Szabó játékvezető, valószínűleg csúnyákat mondhatott neki Komódi. Sovunmi, Rósa Henriknek ez jó, egy nagyon szép kiugratás Rósa Dénesnek, és lábbal ment vég. Rósa Henrik gyorsan megfordul, nézi, kinek tehetné. Tökörinek jó kiugratás, Tököri akár lőhet is. Véghárít ismét bravúrral. Rósa Henrik kapja. Tököli egy kényszerítő Rósa Dénessel. Tököli már a 16-oson belül, akár lőhet is. Sovunmi kérte a labdát, és majdnem kapta. Monye szinte az utolsó pillanatban piszkált bele a labdába Sovunmi elől. Szép összjáték, Dvéri, Molnár lép közbe. Molnárnak ez már a második sárgája, ki is állítja őt a játékvezető. Dvéri szabadrúgása. Szépen megy befelé, egy fejes, Bekő fölé. Dvéri, Daniel, Bekő be középre. Német jön, csak másodjára kaparintja meg a labdát. Dvéri szöglete. Németnek kell öklöznie. Rósa rajtol a labdára, és Pomper is. Egy gyönyörű kiugratás Balaskónak. Balaskó egy az egyben viheti rá végre a kapusra a labdát. Fölnéz, várja, vannak-e társak? Vannak, Tököli. 3-1. Tököli a második gólját szerzi meg a mérkőzés 94. percében, tehát a hosszabbításban. Balaskó rendkívül özetlen volt, és ez a 19. gólja Tökölinek a bajnokságban. 3-1 tehát.
Rossz rajt után nyilván sokkal nagyobb teher volt a játékosokon, megpróbáltuk erről az oldalról megközelíteni a dolgot, amennyire lehet levenni róluk ezt a fajta lélektani nyomást. Én úgy érzem, hogy az első fél időben ez érezhető volt, látszott is, akarták a győzelmet, sokat is tettek ennek érdekében. A másodikban 2-0 után érthetetlen módon átengedtük a kezdeményezést. Ott voltak időszakok, amikor nem arról szólt a játék, amit szerettünk volna, de a végén a kinyílt videótonnal szemben rúgtunk egy nagyon szép gólt, és én úgy érzem, hogy ez a fajta stadionavató, nevezzük annak, sikeres, és most mindennél fontosabb volt számunkra. A második fél időben feltétlenül felülmúltuk az ellenfelünket küzdeni tudásban, és ahogy fölálltunk igazából a 11-es után, az mindenféleképpen figyelemre méltó. Én úgy gondolom, hogy csapatunk, aki itt volt, látta, jól játszott, hát negyedszer is sújt minket a sors. Remélem, hogy a következő mérkőzésen most már megfordul ez a trend. Ma mindenki küzdött, hajtott, igazából nem játszottunk jól, hanem kiszenvedtük ezt a győzelmet. De hát úgy érzem, azért helyzetünk nekünk volt több. A Kenevi kicsit rámélyeztett, ezúton is szeretnénk még gratulálni a három góljához. Hát szerettem volna ma gólt rúgni, meg hát eddig sajnos nem sikerült. Hát remélem, hogy most mind a csapat, úgy én is elindulok fölfelé még.